Június 1-én a Batthyány út 141-143 szám alatt ünnepélyesen elhelyezték a Törökszentmiklósi tanúszoda alapkövét. Markó Imre polgármester köszöntőjében elmondta, ünnep Törökszentmiklós számára, ünnep a Törökszentmiklósi járás számára az alapkületétel napja, hiszen közel 3 éves előkészítés után végre elérkezett a tényleges építkezés ideje, és emellett ünnep az itt élő gyermekek számára is, hiszen ezzel az épülettel egy olyan lehetőséghez jutottak, hogy a mindennapos testnevelés órák keretében úszni tanulhassanak. Bízunk benne, nem csak törökszentmiklósiak, hanem környékbeli települések is, járás valamint települése, hogy ez a majdan megépülő uszoda, amelynek ma az alapkövét letesszük, ez lehetőséget fog teremteni az itt élők számára, hogy egy újabb sportág vagy újabb sportágak is gyökeret verhessenek majd a településeinkkel. Városunk polgármestere köszönetet mondott a magyar kormánynak, hogy Törökszentmiklóson megvalósítja a beruházást, valamint az előző városvezetésnek és Boldog István országgyűlési képviselőnek, hogy Törökszentmiklós az első 24 település között lehetett, ahol megvalósulhat a tanúszoda megépítése. Megköszönte továbbá a döntéshozóknak, hogy az eredeti koncepció megváltoztatásával lehetővé tették, hogy emberléptékű, emberközeli épület valósulhat meg mind a 24 településen. A polgármester köszöntője után előbb a Kodály Zoltán alapfokú művészetoktatási intézmény növendékei szerepeltek, majd a Hunyadi Mátyás magyar-angol kéttanítási nyelvű általános iskola 3. A-osztályos tanulóinak műsora következett. Aki tudás akar lenni, annak pokolba kell menni. Ott kell néki megtanulni, hogyan kell a dúdát fújni. Örülök annak, hogy Törökszentmiklós, a szülővárosom, egy igen komoly fejlődés előtt áll. Mindenki azt gondolta, hogy megtorpan ez a fejlődés, de azt gondolom, hogy polgármester úrral megbeszéltük azt, hogy hogyan lehet ebben a városban új fejlesztéseket véghez vinni, és a mi jó együttműködésünknek és a kormánnyal való jó együttműködésnek köszönhetően látható, hogy most elindul a tanúszoda. Hamarosan a Magyar Kézilabda Szövetségnek, amely komoly támogatást kap a kormánytól arra, hogy utánpótlás nevelésre új csarnokokat építsen, Törökszentmiklóson is épül egy új csarnok, és hát itt van még előttünk a top pályázatok, ahol több mint 2,5 milliárd forint fejlesztés áll Törökszentmiklós rendelkezésére. Én azt gondolom, hogy él vele Törökszentmiklós, láttam, hogy már pályázatai bent vannak, és ha ezek a pályázatok sikeresek, akkor igenis olyan beruházások valósulnak meg, amely mind a munkahelyteremtésben, mind a gazdaságfejlesztésben, mind a lakosságnak az életminőség javításában nagyon sokat fognak jelenteni. Boldog István országgyűlési képviselő Egerszegi Krisztinától idézett, majd elmondta, hogy sok idő telt el 2014 óta, a gondolat megszületése óta, de a helyszín kiválasztása és a tervezés folyamata végül egy csodálatos tanúszoda megépítésének kezdetéhez vezetett. Törökszentmiklós egy olyan kistérség, ahol sok gyermek jár, sok állami iskolás van, és nekik szükségük van arra, hogy minél hamarabb tanúszodához jussanak, tette hozzá a képviselő. Zárásként köszönetet mondott a polgármesternek, a két képviselő testületnek, valamint köszönetet mondott a kormány támogatásának is. Dr. Boros Anita helyettes államtitkár elmondta, hogy nem lehetnénk itt, ha az országgyűlési képviselő úr és a polgármester úr nem támogatta volna áldozatos munkájával a kormány elkötelezett szándékát, hogy Törökszentmiklóson is tanúszoda épüljön. Majd a kormány sport terén történő beruházásairól beszélt. 2016 a megvalósulás éve lesz, ezért különösen nagy öröm számunkra, hogy immáron Törökszentmiklóson is egy ilyen létesítmény alapkövét fogjuk elhelyezni, hiszen Magyarország kormány olyan beruházásokat valósít meg a sport területén, amelyre az elmúlt 100 évben nem került sor.
A kormány legtöbb intézkedése mögött ugyanaz a filozófia áll, egy Magyarország van, és ez az ország olyan hely kell, hogy legyen, ahol minden gyermeket egyenlő esélyek illetnek meg. Ebből következően ez a beruházás is a jövőnek szól, hiszen erre is, és minden beruházásunkra, és minden elköltött forintra úgy kell gondolnunk, mint egy befektetésre, tekintve, hogy olimpiai úszóink is egykor Tammedencében kezdték a pályafutásukat, sőt 1896-ban az első újkori nyári olimpiai játékokon Hajós Alfréd úszásban szerezte a magyar sport első olimpiai érmét. A feladatunk pedig nem más, hogy felkutassuk a jövő bajnokait, ez pedig csak akkor lehetséges, ha nem gyermekeinket utaztatjuk a megyeszékhelyekre, a fővárosban lévő sportlétesítményekbe, hanem megteremtjük a sportolás lehetőségeit, és az intézményeket helyezzük a gyermekeink közelébe. Megköszönte az önkormányzat támogatását, hiszen a beruházás megvalósításához szükséges ingatlant térítésmentesen a magyar állam tulajdonába adták, és kiemelte, hogy az úszodákat a magyar állam fogja üzemeltetni, ezzel jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról. A Törökszent Miklóson épülő tanúszodáról külön ismertetőt is tartott az államtitkár helyettes asszony. A beruházás nettó 369 millió forintból épül, ugye a célja egyfelül a úszómedencei létesítményeinek köszönhetően a tanúszoda funkció, hiszen van benne egy 25 méteres hatpályás úszómedence tervezve, és a másik pedig, hogy a óvodai keretek közötti úszás oktatást is szeretnénk kiszolgálni Tammedencével majd ez az új létesítményünk, és természetesen oktatási időn kívül az üzemeltetői döntésnek a függvényében a külső közönség kiszolgálására is alkalmas lesz, ugye a mindennapi sportélet kiszolgálása érdekében, és hát az egyik fal az úszodának levehető, mozdítható mobil fal, ebből következően nyáron strandfunkciókat is be fog tudni majd tölteni. Az alapkületétel alkalmával egy időkapszulát is elhelyeztek, melybe többek között a himnusz szövegét, a napi sajtókat, az építendő úszodap tervrajzát tették. Az ünnepség végén a történelmi egyháza képviselői megáldották és megszentelték az úszoda alapkövét. Az úszoda átadására várhatóan 2017. februárjában kerül sor.